ülésezett a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 30-án 18 óra 5 perckor. Megtartotta soron kívüli ülését a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete. Egyhangulag elfogadta a testület a javaslatot a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelettervezetre. Ebben a napirendi pontban a megyei kormányhivatal néhány módosítással élt a térítési díjak megállapításával kapcsolatban. Egyhangulag megszavazta a testület a javaslatot a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelettervezetre, amely szervesen kapcsolódott az előző napirendi pont tárgyához. Andrássy András képviselő hozzászólásában javaslattal élt a közétkeztetés terén azzal kapcsolatban, hogy fokozott odafigyeléssel forduljanak az étkeztetők az allergiás, valamint a diabéteszes gyermekek táplálására, a nyersanyagok, a hozzávalók megfelelő minőségű kiválasztására. Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a közétkeztetésben résztvevő cégek felkészültek ezekre a problémákra. Felmérésekkel követik nyomon az allergének gyerekekre gyakorolt hatását, és ezeknek az eredményeknek az értelmében állítják össze a megfelelő menütervezetet. A testület egyhangú támogatása mellett került elfogadásra a javaslat a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton való részvételre. A napirendi pontban foglaltak szerint a forrás nem elég annak az útnak a teljes körű megvalósítására, amelyet a pályázaton annak idején benyújtott a képviselőtestület, illetve az önkormányzat. Ez a Zádor hídhoz vezető külterületi utak fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek az akkori összege, az elnyert összeg nem teszi lehetővé teljes egészében ennek az útnak a biztonságos, teljes szélességében és teljes hosszában való felújítását. Ennek értelmében ez a forrás visszamondásra került. A következő napirendi pontban az előző napirend témájához kapcsolódóan egyhangulag a pályázaton történő részvételről döntöttek a képviselők, amely a javaslat a Karcag belterületi 2159/31 helyrajzi számú ingatlan Varga Irén részére történő értékesítésére vonatkozik. A pályázati összeg arányaiban sokkal nagyobb az előzőnél, amely elegendő lesz a korábban említett útszakasz megvalósításához. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában megjegyezte, hogy a fent említett napirendi pont nem csak a város lakóinak, de az ideérkező turisták érdekeit is szolgálja majd. Valamennyien azt hiszem átlagemberként is örömmel fogadjuk a pályázat kiírását ismételten, és annak a lehetőségét, hogy egy ilyen tekintélyes összeggel nyerés esetében, és bizakodunk benne, hiszen egy olyan országos jelentőségű, országosan védett műemlékről lévén szó, mint a Zádor híd, és azt is tudjuk, hogy ez a probléma nem új keletű, hogyha megesődzik az idő, akkor bizony-bizony nem tudnak kimenni. A híd, illetve a közelébe lévő bengecsegi kilátónak a látogatására. Tehát ez nagyon létfontosságú, annál is inkább próbáljuk egy kicsit, hogy úgy mondjam, a idegenforgalmi látványosságokat, ha végigtekintjük a nagyon fejlődésbe lévő Tiszafüred térségétől kezdődően a felújított kerékpárút és annak a területnek a látogatásáig végigvinni, azt látnánk akkor, hogy egy felfűzött turisztikai útvonalról és a turisztikai útvonal lehetőségére adódik mód, amennyiben ez a pályázat, és bizakodunk benne, meg annak a megvalósításában, mert így tudjuk közkincsé tenni nem csak a városlakók, hanem az ideérkezők számára, tehát idegenforgalmi jelentősége is van. Másrészt pedig biztos, hogy a ott lévő agrárvállalkozók, akiknek földterületük azon a terület közelébe található,
ők is nagyon fognak ennek örülni. Andrássy András képviselő hozzászólásában aggályait fejezte ki a folyamatosan emelkedő építőanyagárak tekintetében, miszerint az említett pályázat megkezdéséig elegendő lesz-e majd a függvények ismeretében az elnyert összeg. Szepessy Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy Magyarország kormánya megtette a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy az építőanyagárak stabilizálva legyenek, és lehetőség legyen minden építőipari beruházás pályázat befejezésére. A polgármester említést tett a 4-es számú úthoz kapcsolódó karcagi elkerülő útnak az építéséről is, amely jelen pillanatban a tervezési fázis végéhez közeledik. A másik, ami, és szerintem erről már beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, a 4-es útnak a megépítése, és ami nagyon fontos, a 4-es úthoz kapcsolódó karcagi elkerülő útnak az építése, amely jelen pillanatban a tervezési fázis végéhez közeledik. Ez az út, ugye az előzetes tájékoztatások szerint is valahol a Vágóhíd út és az Ádor híd között fog elmenni, és ezzel az útnak az elkészültével egy olyan városi kapcsolatot, közvetlen turisztikai kapcsolatot fog jelenteni az elkerülő úttal, amely mindenképpen fontos a város szempontjából. Tehát nekünk azt gondolom, hogy mindenképpen lépni kell ennek az útnak a felújításában, megépítésében, hiszen nem csak a városon átmenő turisztikai forgalom, hanem a város szélét érintő turisztikai forgalom miatt is szükséges. Nyilván, amit képviselőasszony és képviselő úr is mondott, a gazdatársadalom részére is nagyon fontos ennek az útnak az elkészülte, hiszen nagyon sokan itt tudják megközelíteni azokat a területeket, amelyen gazdálkodnak. Ezért ennek az útnak a műszaki tartalma a 300 millió forintban erre a súly terhelésre is be van mérve, jelenleg tervezés alatt áll, de ezt kértük a tervezőtől, hogy ezt mindenképpen vegye figyelembe. Teljes szélességében, teljes útpályájában, ezekkel a súly terhelésekkel, vagy terhelésekre figyelemmel és teljes hosszában kerül megtervezésre, és ahogy mondtam, jelen állás szerint elegendő ez a pénz, pici tartalék is van benne, tehát azt gondolom, hogy reményeink szerint elég lesz ennek az útnak a megépítésére. Pót napirendi pontként került felvételre a javaslat a Beton Stilbau Kft. Által tervezett beruházáshoz szükséges karcagváros településrendezési eszközeit érintő módosítási célok elfogadására és a módosítással érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására. A pót napirendi pontban a fent nevezett cég újabb munkahelyteremtő beruházása áll a fókuszban. Andrássy András képviselő hozzászólásában megjegyezte, hogy nagy örömmel várják a projektet és bíznak abban, hogy az adott városrész életkörülményei a közlekedés plusz terhei miatti tekintetben nem fognak megromlani. Szepessy Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy fontos a város számára a beruházás, hiszen legalább 40 munkahelyet jelent, ezáltal megélhetést a családok számára úgy, hogy természetesen a környéken lakók semmilyen hátrányt ne szenvedjenek az építkezés miatt. Pótnapirendi pontként szerepelt a javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda pályázatokon történő részvételére, amelyeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Szepessy Tibor polgármester kiemelte, hogy nagyon fontos az óvodák pályázaton történő részvétele. Az előző évek mérlegét tekintve nagyon sok olyan forráshoz jutott az óvoda, amely segítette őket a szakmai munkában, eszközbeszerzésekben. A következő pótnapirendi pontként szerepelt a javaslat a Varó utca egy szám alatti nem lakás céljára szolgáló helység Essen gyermekétkeztetési Kft. Részére történő bérbeadására vonatkozott, amelyet a testület egybehangzóan fogadott el. Szepessy Tibor polgármester hozzászólásában elmondta, hogy támogatásra javasolja a napirendi pontot, mivel a fent nevezett ingatlanon is olyan fejlesztés kerülne megvalósításra a pályázathoz kapcsolódóan, amely egy energetikai fejlesztés. Továbbá olyan gépek üzembe helyezését tenni lehetővé, amelyet a gyermekétkeztetésben tudnak majd használni. Napirend előtt Lengyel János képviselő tolmácsolta a déli külváros lakóinak kérdését. A Nyár utca, Haladás utca, Tisza utca, Tó utca végén víz elvezető a lakók meglátása szerint nagy mértékben elhanyagolt.
Az árok mellett több döglött állat teteme található, amelyek napokig fellelhetőek azon a területen. Mivel a terület sűrűn lakott, ennek jelenléte komoly higiéniás problémákat vet fel. Másik komoly meglátás a lakossági szemétkezelés. A fenti területen található két darab szemetes konténer, amelyeknek megközelítése esős időben igen nehézkes, ezért az ott élők szeretnének tartós, nem zúzott kőből aszfalt vagy betonjárdát a szemetesig. Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a déli külvárosi részen elsősorban először a tavat kell majd rendbe tenni, amelynek szakemberrel történő egyeztetése már megkezdődött. A déli külvárosi részen nyilván elsősorban először a tavat kell majd rendbe tennünk, tehát a nádvágással, illetve nem csak a tó közepi nádvágással, hanem majd a szélén is le kell vágni a nádat, hiszen valakik ebbe a szélső részbe hordják a különböző szemetet, a döglött állatot és minden egyéb oda nem való dolgot. Ezeknek az elhelyezésére azt gondolom, hogy megvan a legálisan kiépített lerakó mind a elhullott állatoknak, mind pedig a szemétnek. Nagyon jó lenne, ha mindenki ezt tudomásul venné, és azért, hogy ahogy képviselő úr fogalmazott, élhetőbb legyen a város, nyilván ez a része is, ezeket a szemét lerakókat, vagy ezt a szemét lerakót használná, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy bizonyos összegig, bizonyos súlyig ezeket teljesen ingyenesen lehet használni. Egy pici fáradtságot kell venni, elmenni legalább a konténerig, vagy elvinni a legális szemét lerakóba. Ez lenne az első, amit szerintem mindenkinek igénybe kellene venni, hiszen lehetősége megvan rá. A konténerekkel igen, folyamatosan probléma van. A legnagyobb probléma az, hogy néhányan lusták kinyitni ennek a konténernek a tetejét, és beletenni a konténerbe. Nyilván egyszerűbb megállni ott egy kocsival, megállni egy biciklivel, vagy meg sem állni, hanem arra menetben egyszerűen csak oda dobni a konténer mellé. Nem csak a déli külvárosi részen látjuk ezt a problémát, hanem például a Morgó környékén is, ahol a szelektív hulladékgyűjtő mellé, ami szelektív hulladékgyűjtő, tehát azért van, hogy a különböző műanyag, üveg, papír dolgokat beletegyük ebbe a szelektív hulladékgyűjtőbe, nyilván egyszerűbb mellé tenni egy nylon szatyorba a háztartási hulladékot. Tehát nem csak a déli külváros problémája, hanem több helyen is probléma a szemét elhelyezése. Megpróbáltuk ennek a konténernek a helyét zúzott köves résszel megoldani, úgy látszik, hogy ez nem elég. Nyilván keresni kell a további lehetőséget is. Nyilván keresni kell a további lehetőséget is, és megoldani ezeket a problémákat. A legjobb megoldás, amelyet a hulladék gazdálkodási vállalat Kft. Vezetőjével is próbálunk minél hamarabb és minél hatékonyabban megoldani. A végső megoldás azt jelenti majd, ha a háztartási kukás szemétszállítást meg lehet oldani Karcag valamennyi háztartásában. Ahogyan a polgármester elmondta, az első lépést már megtették, hiszen megvásárlásra és beszerzésre került az a konténerszállító kukaürítő autó, amely a legkeskenyebb, kisebb területeken is meg tud fordulni, ahol szűkebb mozgástér van. Lengyel János képviselő következő kérdésében a régi könyvtár és a Kígyó utca közötti területrészen a Dózsa-György úton a gyalogos átkelőhelyének létesítéséről érdeklődött. Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy már tárgyaltak a közút megyei vezetőivel, akitől azt a visszajelzést kapták, hogy a Dózsa-György út felújítását tervezik. Ahogyan a polgármester elmondta, mivel az említett részen nem városi útról beszélünk, a gyalogátkelőhely kialakítása sem városi feladat. A város javaslattal élt a megyei közútkezelő irányába, amelynek tervezési munkálatai már folyamatban is vannak. A továbbiakban zárt ülés keretei között tárgyaltak a képviselők napirendi pontokat. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan szeptember 30-án csütörtökön tartja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!